Új kiállítás nyílt a Gótai Galériában. Most Csordás Zoltán önálló kiállításában gyönyörködhetett a művészet kedvelő közönség. Hát legfőképpen azért, mert Csordás Zoltán nagyon jó festő, ez az első szempont. Másrészt az nagyon régi a barátságunk, kettővel járt alattam a képzőn, de nem ez a lényege, nem egyáltalán nem ezért van a kiállítás, magáért a minőségi anyagért. A Zoltánról azt kell tudni, hogy ő a Pannonhalmán a Bencés gimnáziumban ő a vezető rajztanár, amellett meg képzőművészet egyetemen anatómia tanszéken oktat, felvételkészítőt tart, tehát elég szertágazó tevékenység, és hát mellette meg fest, tehát grafikával is foglalkozik, de elsősorban festményekkel, és azt szerettük volna, hogy most legyen egy vérbeli festő is, a különböző szamártár, meg különböző csoportos anyag után legyen egy önálló, egy tényleg izmos kiállítás, és így jött ő ebbe a képbe, hogy akkor pont télvíz idején egy színekkel áradó, főleg nyári hangulatokat lövelő kiállítást próbáljunk így a közönség elé tárni. Ami a látogatót azonnal megfogja a tárlatban, az a mediterrán színek és a vásznak extra formája. Nem félek a színektől, tehát a színek használata az egy festő munkája. Én valójában gondolatokkal foglalkozom, az, hogy ebből képek lesznek, ez a festészet. Mi már majdhogy nem hobbi festők vagyunk a világban, majdhogy nem a festészet magánügy most. Ilyenkor közügy, amikor láthatóvá válik egy galériában. Alapvetően sorozatokat festek. Mindig kitalálok egy gondolatot, és amikor megtetszik, akkor nekiállok rajta dolgozni. Ez a képfestések közben újabb és újabb válaszutak elérkezik mindig az ember, akkor ezt általában megjegyzi, és a következő kép nagyon gyakran abból születik, amit az előzőn nem festett meg. Van, amikor az embernek valami eszébe jut, és meg tudja azonnal festeni, de van itt ezen a kiállításon például olyan képsorozat, amit még a 90-es évek végén találtam ki, és 2013 végén és 14-ben festettem meg. A festmény elkészülése, mint megtudtuk, több mindentől függ, de egy gondolat előbb vagy utóbb képpé érik, hogy gyönyörködtesse a szemet és megmozgassa a szellemet.